Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmek csatornán, ismét 20 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a nagy menőkről. Jimmy Conway szerepét felajánlották Al pacino de nem fogadta el, mert úgy érezte, hogy ez a karakter már túlzottan beskatujázná a gangster szerepbe. Kicsit vicces módon helyette Warren Beatty Dick írt alá, ahol egy gangstert játszott. A nagymenőkben 321-szer hangzik el a fack és ezen fakok felé Joe Pesci szájából hallhatjuk. A filmben elhangzó fack szavak számának tekintetében egy másik Scorsese film a rekorder, a Wall Street Farkasa. Ehhez kapcsolódó megjegyzés, hogy amikor kijött a nagymenők, akkor még senki nem tudta ki az a Tarantino, ennek fényében nyugodtan mondhatjuk, hogy Scorsese úttörő volt, és igen mocskos szájú rendező. A filmben többször szó esik a híres Lufthansa rablásról. Ezt annak idején a JFK repülőtéren követték el, és ami ehhez kapcsolódó érdekesség, hogy a tetteseket jóval a film bemutatója után csak 2014-ben fogták el. Réli óta szinte ismeretlenül kapta meg a lehetőséget, hogy főszerepet vállalhat egy Scorsese filmben. Egyébként ekkor ajánlották fel a színésznek a Tim börtönös Batmanben Harvey Dent szerepét, de azt visszautasította a nagy menők miatt. Liotta egy interjúban azt nyilatkozta, hogy alakításához az inspirációt fájdalmából vette, és ezt alakította át erőszakos viselkedésé. Ugyanis nem sokkal a forgatás előtt hunyt el édesanyja. Nem sokkal a nagymenők előtt nyilatkozta Scorsese, hogy nem szeretne több maffia filmet készíteni, ugyanis elege van a zsánerből. Ekkor kapta meg Nikolász Pileggi forgatókönyvét, ami nagyon tetszett neki, és felhívta az írót, hogy pontosan egy ilyen forgatókönyvre várt. Az író pedig úgy válaszolt, hogy ő pedig erre a telefonhívásra. A filmben az egyik fő gangster Paul Sorino játsza. A színész nagyon örült a lehetőségnek, hogy szerepelhet egy Scorsese moziban. Amikor azonban megkapta a forgatókönyvet, felhívta a ügynökét, hogy ő ezt a karaktert nem tudja eljátszani, mert nagyon gonosz, és ő ilyen alakítást nem tud hozni. Az ügynöke azt javasolta a színész számára, hogy ne dobják vissza a szerepet, egy kicsit próbálgassa otthon a karaktert. Végül ez olyan jól sikerült, hogy elvállalta a szerepet, és Scorsese teljesen elégedett volt alakításával. Szintén a színészhez kapcsolódó érdekesség, hogy az a jelenet, amikor rélióta a karaktere kijön a börtönből, és lekever neki egy pofont, improvizáció, akár csak rélióta a reakciója. Robert De Niro ragaszkodott ahhoz, hogy annál a jelenetnél, amikor pénzt osztogat, valódi pénzt használjanak. A problémát azonban az jelentette, hogy egyik szereplőnél sem volt ennyi KP. Végül az egyik kellékes segítette őket ki, aki azonban ragaszkodott ahhoz, hogy addig senki nem hagyhatja el a forgatási helyszínt, amíg vissza nem kapja a pénzét hiánytalanul. A film forgatókönyvén Nicolas Pileggi és Scorsese dolgoztak, és jelölték Oscar díjra. Az alkotópáros később egy interjúban elismerte, hogy a színészek közti dialógusok nagy része improvizáció, és eredetileg nem szerepeltek a forgatókönyvben. Régen egyáltalán nem volt jellemző, hogy ilyen kiszivárogna, de a nagymenők tesztvetítése után a közönség reakciója nagyon negatív volt. Szitták a filmet, és arra tippeltek, hogy sikertelen lesz. Ennek ellenére Scorsese semmit nem változtatott rajta, és ragaszkodott ahhoz, hogy így kerüljön moziba. Végül neki lett igaza, a nagymenők hatalmas siker lett. A besoroló bizottság miatt tisnittet ki kellett venni a filmből, ugyanis túl brutálisnak ítélték van egy olyan plegyka, hogy az igazi Jimmy Burke annyira örült annak, hogy De Niro fogja játszani a filmben, hogy fel is hívta a börtönből, hogy tanácsokkal lássa el. Később ezt Nicolas Pireggi cáfolta, és azt mondta, hogy De Niro soha nem beszélt az igazi Jimmy burke -el. Azonban az igaz, hogy több gangster is ott volt a forgatáson, akik tanácsadóként vettek részt a munkálatokban. Rélióta egy interjúban mesélte, hogy annak idején Robert De Niro egy levágott műlófejjel üdvözölte a gangster filmek világában, amit elrejtett a lakókocsiában. Azt is hozzátette, hogy először nagyon megijedt, de amikor észrevette, hogy mindenki rajta röhög, akkor leesett neki a poén. Az eredeti cím Wise Guys lett volna, de ezt le kellett cserélni, ugyanis már van egy ilyen című mozi. Az igazi Jimmy Burr 2004-ben kiszabadulhatott volna a börtönből, ekkor volt az első felülvizsgálata, de addigra elhúnyt, mert rákos lett. Érdekesség az alapsztorival kapcsolatban, hogy készült még egy film, ami ezt dolgozza fel, mégpedig az Én kékegem, ami ugye egy vigyjáték. Ezt a filmet egyébként Nora Ephron rendezte, aki egyébként Nicolas Pileggi felesége. Scorsese a filmet a Krisztus utolsó megkísértése előtt szerette volna leforgatni. Azonban az egy sokkal rizikosabb projekt volt, és évek óta szerette volna rá rendező összegyűjteni a pénzt. Amikor meglett, azonnal neki állt forgatni, és inkább a nagy menőket halasztott. Scorsese egy interjúban mesélte, hogy Réli a Baseball Álmok című filmből nézte ki, és a producerek először nagyon nem értettek egyet döntésével. Később a színész megkereste a producereket, és meggyőzte őket, hogy ő a jó választás. A filmben nyújtott alakításáért teljesen megérdemelten Joe Pesci Oscar díjat kapott. Ehhez kapcsolódó érdekesség, hogy Joe Pesci a mai napig rekorder abban a tekintetben, hogy az ő Oscar köszönő beszédje a legrövidebb. Csak annyit mondott, hogy az én kiváltságom annyi, hogy megköszönjem. Amikor Scorsese megkereste a producereket tervével, illetve a forgatókönyvvel, ők Tom cruise javasolták férfi főszereplőnek, Madonnát pedig női főszereplőnek. Azonban ezt az ötletet Scorsese az elejétől kezdve tételesen visszautasította. Jimmy Conway szerepét Al Pacino után felajánlották John Malkovichnak, de ő sem vállalta. Ezek után Scorsese megkereste a régió barátját Robert De írót, aki rábólintott a felkérésre. Hát ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni a nagy menőkről, remélem tetszett, ha tetszett, kérek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!